Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a vízöntő jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kirakás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást álnéven, a díjam 4000 forint. Mielőtt elmagyaráznám azt, hogy mit üzennek a kártyák, a csillagok is üzennek valamit, és milyen mozgás van a vízöntő jegyében az indiai asztrológia szerint, hiszen én az indiai asztrológiával dolgozom. Egy visszatekintő Neptun bolygó a vízöntő jegyében van, tehát kihat mindenkire, aki a vízöntő jegyében született. Neptun bolygónál sok minden olyan átláthatatlan, olyan titokzatos, de van varázs ereje is, hiszen utal az intuíciónkra, az inspirációra, azon kívül jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ha megvan a hited, és hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósul. Ha nem hiszel benne, akkor előfordulhat, hogy Neptun bolygó csalódásokhoz vezet. Tehát erősíteni kell a hitünket. Nálam is meg lesz így a hatás, hiszen az én aszcendentusom a vízöntő jegyében van. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, itt veled szemben van ez a férfi, utal a lelki társadra, de jelenti a férfiakat is. Ez a két kártya, ami összefűz benneteket. Itt a nap jelenti a kisugárzást, a vonzó erőt kettőtök között, és ez a hajó szimbolizálja a reményeket. Azon kívül a hajó utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra. Lehet, hogy ez a férfi úton van, vagy külföldön él. Ez az utazás lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat. A fejetek fölött lévő kártyák jelentik a gondolatokat. Most megnézzük azt, hogy mi foglalkoztatja ezt a férfit. Itt ezek a kártyák jelentik az ő gondolatait. Itt a park jelenti a nyilvánosságot és az elismeréseket is. De a mellette lévő kártyák nem előnyösek. Itt valami olyan átláthatatlan, valaki megbántja őt, sőt, itt látható a hamisság, ez a férfi egy vonalban van, ezzel a ravasz rókával is. Az is lehet, hogy vannak nála negatív gondolatok, ó, ebből úgysem lesz semmi, senki nem vesz engem észre, nem kapom meg a megbecsülést, az elismerést. De mégis változni fog a helyzet, hiszen itt van a kulcs, az jelenti majd az ő magabiztonságát, különösen úgy október közepétől kezdve. Itt kinyílik számára egy ajtó, ezek a lehetőségek. Azon kívül itt van a mozgás, ez lehet minden, ami mozog, változások, utazások, sport vagy autó, de itt egy vonalban van a mozgás az egerekkel. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek el tudják távolítani a mozgást. És a mozgás előtt itt van még ez a torony,
ezek jelentik a korlátozásokat. Mivel itt az ő gondolatairól van szó, lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy nem megy tovább, nem haladnak az események, nem kapja meg az elismerést, ott vannak a hamisságok a háttérben. Fél attól is, hogy elveszít valamit, hiszen az egerek fel tudják falni ezt a házat. Fél attól, hogy elveszíti az otthonát, vagy bizonyos kapcsolatok lezáródnak a környezetében. De szerencse is lesz, hiszen itt van a csillagkép, ami szerencsét hoz, és itt van a hold, az jelentheti ugyanaz anyukáját is, de jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, ugyanúgy, mint Neptun bolygó. Ugyanezt szimbolizálja. Ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható a képen, és itt ezek a kártyák utalnak a te gondolataidra. Ez a hegy lehet ugyan egy hegyvidék is, de szimbolizálja a problémákat, ami téged foglalkoztat a gondolataidban. Ez lehet egy örökösödési ügy is, hiszen a torony jelentett hivatalos dolgokat, bírósági ügyeket, és a koporsóval együtt lehet egy örökösödési ügy, és itt van a hamisság, egy hamis személy, ez lehet egy hamis nő is, hiszen a kígyó jelenthet egy hölgyet, és pontosan az, ami téged itt a gondolataidban foglalkoztat. De ennek a koporsónak más jelentése is van, hiszen lezár valamit, lezárja a problémákat, a nehézségeket, akkor itt kitisztul valami, megvan a szerencse, a változások, a gólyák jelentik a változásokat, és itt a szerencse a szerelmi élet területén. A gondolataidban megjelenik itt ez a kép, az utak. Azok jelentik a döntéseket, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. A kígyó jelenthet mellékutakat is, ez nem lenne jó döntés, hiszen itt van a ravasz róka, és ez utal arra, ez egy hamis döntés. Inkább mondd ki nyíltan azt, hogy mit akarsz, milyen irányba kell, hogy odafigyelj, vagy milyen változások legyenek. Nem csak nálad van ez a döntés, az utak, hanem nála is, mert ő egy vonalban van, az utakkal, ezekkel a kártyákkal. Tehát ez lehet egy hamis döntés mindkettőtök részéről. Nem a mellék utakat, hanem az egyenes utat kell választani. De ez a kígyó, ez jelenthet egy nőt, mivel itt van a hold, és szimbolizálja az anyai érzelmeket, vagy az anyukát. Ez lehet az ő anyukája, lehet a te anyukád is, lehet, hogy ő hoz hamis döntéseket, rossz döntéseket. De mivel itt van a közelben a kutya, a barátság, ez a nő lehet egy hamis barátnő is, és lezárul ez a kapcsolat, hiszen a koporsó ezt lezárja. Azon kívül itt van ez a kasza, az is lezár bizonyos dolgokat. Lesz itt változás, ami szerencsét hoz, itt lesznek új kapcsolatok, beszélgetések, egy hír, a gyűrű jelenthet szerződéseket, ugyanúgy, mint a levél, de jelenti a kapcsolatokat is, vagy a híreket. A gyűrű jelentheti azt is, hogy valaki visszatér hozzád a múltból, olyan hirtelen, amikor nem is számítasz rá. Itt barátságról van szó, ez ad életerőt, vidámságot, tehát vannak jó kapcsolatok is, és akkor itt látható a változás. A gyermek
utalhat a gyermekekre a gólyával együtt, jelentheti egy kisbabának a születését is, lehet, hogy nem nálad, hanem valakinél a környezetedben. De a gyermek jelent új kezdetet is, és itt vannak a változások, a szerencse, a szerelmi élet területén, ez a gyűrű lehet eljegyzés, vagy esküvő, itt van egy ünnepség, az anyagiakat illetően is megvan a szerencse, hiszen a halak jelzik a pénzügyi dolgokat, a szerencse, és a pénz itt hűségesen megmarad nálad, és nagyon erős, tehát lehetnek itt nyeremények is. Ez a férfi ebbe az irányba tekint. Itt megvannak az utazások, a remény, a vonzalom kettőtök között kitisztul valami, a nehézségek elmúlnak, itt van a szerencse, a halak jelentik nem csak az anyagiakat, hanem a belső értékeket is, így tekint rád, értékes vagy számára, és megvan ez a fiatalos kisugárzás, a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a jó ízlésedet, vagy egy kreatív tevékenységet, akkor lehet egy új kezdet, ami pénzt jelent számotokra. És ha te egy hölgy vagy, akkor te ebbe az irányba tekintesz. A vonzalom kettőtök között a remény. Itt ez a könyv jelenti a tudásodat, a tehetségedet, vagy egy továbbképzést. Itt kinyílik számodra egy ajtó, egy új lehetőség, és itt a horgony jelenti a munkát, a hivatást. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy ez a továbbképzés is. Ez a fa jelent egy biztos helyet, ahol le tudtok gyökerezni, és a horgony jelenthet akár egy biztos helyet, ahol le tudtok horgonyozni. Itt kinyílik egy új ajtó, az kihat az otthonotokra. És itt ez a kereszt jelenti a kapcsolatokat, amikor a sors utak kereszteződik, ebbe az irányba lesz a mozgás. Itt vannak még korlátozások, de a koporsó ezt a hamisságot, ezeket a korlátozásokat lezárja, és akkor így előre mennek az események. Ez a lovas férfi lehet egy férfi is, megjelenik az ő gondolataiban, ez lehet valaki a családból, a szomszédokból, vagy jó ismerős, és ez a férfi segíteni fog neki. Itt a sors utak kereszteződnek. A kereszt jelenti a hitet, a bizalmat, de a döntéseket is. Ugyanúgy, mint az utak. Amikor elérkeztek a élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. De az egerek jelentik a félelmeket, tehát különösen ennél a férfinál, neki át kellene tenni magát ezeken a félelmeken, bizonytalanságokon. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét október hónapban itt látható. Itt van veszteség, különösen, ami az otthont illeti, vagy a családot. Óvatosnak kell lenni, mert ez a veszteség lehet lopás is, hogy valaki meglátogat benneteket, és ellop valamit. De kiderül majd az igazság, hiszen itt van a szerencse. A hold jelenti az álmokat, a vágyakat, a kígyó, a gyógyító erőt és a megújulásokat. Itt lesznek fontos döntések, meg lesz újra az életerő, a vidámság egy jó hír, vagy előnyös szerződések. Második hét, október hónapban itt látható a korlátozások, a hamisság lezárul, mert a koporsó ezt lezárja. Ez a torony lehet bíróság, a koporsó egy örökösödési ügy, akkor nagyon oda kell figyelni a dolgokra, hiszen itt valaki megpróbál becsapni téged.
lesznek sorsdöntő változások, keresitek a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni. A fának van gyógyító ereje is, vagy utal egészségügyi témákra. Itt vannak hamis barátságok, de jó barátságok is. A hamis barátságok lezárulnak, a koporsó lezárja, a kasza segít ebben, vagy lesznek új kapcsolatok, itt lesz egy jó hír, a kapcsolatok, mindez olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz rá, és a gólyák jelentik ezeket a változásokat. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Ő nem kapja meg az elismerést, minden olyan átláthatatlan, ez fáj neki, de maga biztos, és itt kinyílik számodra is, számára is egy új ajtó, a lehetőségek. Itt a nehézségek elmúlnak, a koporsó ezt lezárja, kitisztul valami, itt van a szerencse, a változás, a szerelmi életet illetően, és az anyagiakat illetően is. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Megvan kettőtök között a vonzalom, az utazás, ez lehet egy lelki út is. Változik valami a munkát illetően, itt van a tudás, vagy továbbképzés. Lesznek újdonságok, egy fiatalos kisugárzás, vagy egy új kezdet, és a halak jelentik az anyagiakat, az értékeket, itt van a szerencse, a változások, és a virágcsokor jelenthet egy ajándékot, egy kellemes meglepetést, vagy egy meghívást, de jelent egy kreatív tevékenységet is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!